A nagyváradi püspökséget Szent László alapította. A mai vártemplom helyén építette fel a székesegyházat, ahova őt is temették. A tatárjárás és a török hódítás alatt a székesegyház elpusztult. A 18. században a római katolikus püspökség visszakapta elveszített státuszát, és neki kezdett a jelenlegi templom építési munkálatainak. Az 1752-1780 között épített római katolikus bazilika a legnagyobb barokk stílusban épült templom Romániában. Két oldalhajója és ezek fölött két tornya van. A székesegyház előtt látható Szent László szobra, mely eredetileg a főtéren állt, a mai Szent László plébánia templom közelében. A bazilika monumentális méretű. A központi hajó hossza 70 méter, szélessége 30-40 méter között váltakozik. A tágas főhajó mellett futnak a mellékhajók, felettük a galériák. Falait karrarai márvány és a Bihar megyei vaskói márvány borítja. A bazilika impozáns főoltárképén Mária mennybe menetelét látjuk. A Krisztus mennyei diadalát ábrázoló kupola freskó legjelentősebb művészeti alkotás a Székesegyházban. A főbejárat fölött van az orgona karzat. Orgonája Mária Terézia adománya. A székesegyházzal szemben van a kanonok sor, amiről egy kis séta címmel Adi nagy vihart kavart, éles hangú politikai cikket írt. Több fázisban, több mint 100 éven át építették. Egyedi kinézetét az 56 oszlop és a 253 méter hosszú folyosó adja. Léda családja 1902-ben költözött ebbe az előkertes úriházba.
Amikor Párizsból hazalátogatott Nagyváradra, mindig ebben a házban szállt meg. Adi megismerkedésük után többször is járt benne. A kiegyezés utáni gazdasági lendület kedvezett a nagyszabású építkezéseknek. A nagypolgárság fényűző palotákat építetett. Az idők divatja szerint főleg szecessziós épületeket. A Sebeskörös jobb partján áll. Az L alaprajzú épület 1892 és 1894 között épült. Az építő Hazlián János klasszicista stílust alkalmazott, a korai eklektika megoldásaival ötvözve. Eredetileg a Brémer téren volt a szerkesztőség és a kiadó. Fehér Dezső alaptulajdonosa a Szent János utca 346-os szám alatti lakásának egyik szobájába helyezte át. Ez a kis földszintes ház ma is megtalálható az Ady Endre utca 11 szám alatt. Az épületen márványtábla őrzi Ady emlékét. Az egykori Pannonia szálloda a két világháború alatt a Palasz, majd Transzilvánia nevet viselte. Az eklektikus stílusú épület főhomlokzatát domborművek, illetve virág és más a stílusra jellemző elemek díszítik. Ismertebb nevén az Emke szálló, de Staril palota néven is emlegetik. Staril Ferenc tervei alapján építették fel 1902-ben, szecesszió stílusban, amelyben gótikus elemek is megfigyelhetők. A földszinten működött a híres Emke kávéház. Ez adott helyet a fiatal újságírók és költők összejöveteleinek, amelyek vezér alakja Ady Endre volt. A kávézó falán ma is látható az a tábla, amely Ady Endrének állít emléket. 1899-ben kezdik el a színház építését eklektikus stílusban. A kivitelezők ifjú Rimonóci Kálmán, Gutmann József és Rendes Vilmos. Eredetileg Szigligeti Színház volt. Ma Nagyváradi Állami Színház néven a Magyar Szigligeti Színház és Román Nyelvű Színház is működik benne. Az Astoria szállodával átelemben az egykori Brémer tér másik oldalán áll. A palotát Staril Ferenc építette 1910-1911 között. Kevés rajta a díszítő elem, de annál érdekesebb az építészeti megoldása. Egy magas földszint tartja azokat a kihajló pilléreket, amelyeken a fölötte levő két emelet nyugszik. ’2012. októberében felavatták Deák Árpád holnaposokról készült köztéri szoborcsoportját a színház mögötti téren. Nem túlzó az a megállapítás, hogy Nagyvárad a szecesszió városa. A magyarországi építészetben a szecesszió az 1890-es években jelenik meg, a századfordulón éli virágkorát, és az 1910-es évek végére lassan el is hal. Az Adorján házakat Komor Marcell és Jakab Dezső tervezték, a kivitelezőjük pedig Staril Ferenc volt,
A tulajdonosuk tehetős ügyvéd volt, róla kapták nevüket a házak is. A tulajdonos fia, ifjabb Rimanóczi Kálmán tervezte. Eklektikus stílusú épület, egyes részein neogót jegyekkel. Díszes boltívek és csúcsívek jellemzik. A Moskovics Miksa palotáját a vágó testvérek József és László építették 1905-ben. Ifjú Rimanóczi Kálmán tervezte szecesszió stílusban. Ennek nyomán gazdag növényi díszítést alkalmaz, ami uralja az épület felületét. Tökéletes ívek és gazdag, jól kidolgozott szecessziós kovácsolt vas díszítmények jellemzik. A Városháza épületegyüttese uralja a főteret. Eklektikus stílusban épült, homlokzatain dominál a neoreneszánsz. A földszinti kialakítás horizontálisan megnyújtja az épületegyüttest, ezt ellenpontozzák a két emelet magasságban emelkedő korintoszi fejezetes oszlopok. A fő homlokzaton végigfutó mellvét kiugró sarkain két-két allegorikus szoborral, melyek a tudományt, a művészetet, az igazságügyet és a mezőgazdaságot szimbolizálják. A Feketesas palotát a hajdani Feketesas szállóhelyén 1907-1909 között építették. A Komor Marcell, Jakab Dezső tervezők által megálmodott palota lett Erdély egyik legszebb szecessziós épülete. Az épületegyüttes három utcára nyíló kiáratát egy üvegfedelű passzás köti össze. A fekete sast ábrázoló színes, olmozott ablaküveg, amely a város szimbóluma lett, a Neumann nagyváradi műhelyben készült. A Szent László tér egyik sarki épülete a Moskovics palota. A vágó testvérek tervei alapján 1911-ben épült. A homlokzaton a homorú és domború felületek váltakoznak. A szimmetriára törekvés jellemző az épületre. A Holdas templom Éder Jakab tervei alapján 1784-1790 között épült barokk stílusban, de neoklasszikus jegyeket is hordoz. A város akkori ortodox vallású, több nemzetiségű lakosai emeltették. A torony homlokzati részén egy méter átmérőjű, fele fekete, fele aranyszínűre festett gömböt építettek be, amelyet egy szerkezet úgy mozgat, hogy a gömb mindig a valóságos holdképet mutatja. A görög-katolikus püspöki palota barokk és rokokó stílusjegyeket ötvöz. Ifjú Rimanóczi Kálmán tervei alapján építették 1903-ban.
Nagyvárad legrégebbi temploma a Szent László templom. 1721-1741 között épült. Ebben a templomban található Várad legrégibb, az 1730-as évekből fennmaradt oltára. Az oltárkép Szent Lászlót ábrázolja. A mennyezetén is a Szent Király életéből vett jelenetek láthatók.